Wosinski emléknapon is koszorúzáson vehettek részt azok, akik ellátogattak csütörtökön a Szekszárdi Múzeumba. A múzeum barátiskola és óvoda díjait is kiosztották. Ezt az elismerést azok az intézmények kapják, amik különös figyelmet fordítanak rá, hogy a gyermekekkel megismertessék a múzeum, illetve ezen keresztül a kultúra fontosságát. De hagyomány az is, hogy ilyenkor az intézmény dolgozóinak is díjakat adnak át. A Wosinski emléknap a Wosinski Mór megyei múzeum egyik ünnepnapja, nem csak azért, mert május 18-án a múzeumi világnapot ünnepeljük, és ilyenkor azért a közfigyelem sokkal jobban a múzeumokra irányul, legalábbis ezt próbálja ez a nap meghonosítani, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, hanem a mi esetünkben különösen az, mert 1989. május 18-án ennek a napnak a keretében vette fel az intézményünk a Wosinski Mór alapító igazgatónknak a nevét. Az igazgató beszélt többek közt a múzeum munkájának sokrétűségéről is. Kevesen tudják például, hogy az intézményben dolgozó szakemberek tevékenységük során többek közt kutatásokat, restaurációt is végeznek, valamint rendszeresen publikálnak szakmai kiadványokban. A kiállításon keresztül ítélik meg a múzeumnak a munkáját, de azért aki kicsit jobban ismeri, azt tudja, hogy azért a múzeumnak van három alapfő feladata, hogy gyűjt, megőriz, bemutat. Tehát mi Tolna vármegye területére vonatkozólag pont az alapítástól, tehát 1895-től fogva folyamatosan gyűjtjük a különböző gyűjteményeinkben, régészet, néprajz, művészettörténet, stb. Ezekbe a tárgykörökbe tartozó tárgyi és szellemi anyagokat. A régész múzeum alapító igazgató munkásságának állít emléket a múzeum előtt elhelyezett bronzmellszobor, ami előtt a rendezvény zárásaként koszorúkat helyeztek el.